Üdvözlök mindenkit, és remélem, hogy ezúttal jobb lett a hang, a múltkor valamiért ez a mikrofon nem kapcsolt be, lehet, hogy rosszul állítottam be, és a laptopnak a hangját vette föl, megpróbálok gyors lenni, és informatív, nem nagyon szeretek videót vágni, úgyhogy nem fogom telteni fölösleges dumával, arról fogok beszélni, hogy a zafír hogy hozzá a tupán problémához, a migrációhoz, és egyáltalán, mi a Zafir véleménye erről az egészről, és miért próbál meg arra sarkalni minket, hogy ne adjuk ki az adatainkat például, a személyes adatainkat a tupán felé. Ezzel kapcsolatban hoztam nektek több dolgot. Öh, lerakom a, a videó képernyőt, illetve a kamerát ide valahova, oké, okay. és öh, arra kérlek benneteket, hogy a diszklémert olvassátok el zavartalanul, ugyanis én csak egy srác vagyok a YouTube-on, aki csinálja, amit csinál, és elmondja erről a véleményét. Ha viszont ez információ hasznos nektek, akkor beépíthetitek a saját kutatásotokba, amit ti végeztek el, hiszen a ti felelősségetek az, hogy a saját világotokat hogy építitek. Alapvetően nekem nagyon tetszik az a fajta... Álláspont, pont, mi szerint ö, nem azt kell nézni, hogy mit kapok, meg ki mit csinál azért, hogy nekem jó legyen, hanem nekem kell felvállalni a felelősséget a ö, saját döntéseimért, és nem egy külső harmadik félnél keresni a problémát, hogyha valami nem úgy sül el, ahogy szeretném. Mint ahogy a Zafir esetében sem úgy sült el ez a Tupán projekt, mint ahogy azt szerették volna, és felvállalják érte a felelősséget véleményem szerint. Én nagyon kíváncsi voltam erre a hívásra, erre az unkorra, ami tegnap volt, hogy mit fognak mondani, ez egy újjal mutogatás lesz-e, hogy mert a tupán a hibás, mert ez történt, mert az történt, vagy pedig egy megoldással fognak előállni, és szerintem egy egész jó megoldással álltak elő erre a felmerülő problémára, de mielőtt még ebbe belemennénk, szeretnék mutatni nektek egy másik képernyőt. Ez a tegnapi vagy tegnap előtti videóm, amit azzal kapcsolatban tettem föl, hogy milyen kártyát, milyen bankkártyát választottam a Binance kártya helyett. Ugye Magyarországon is megszűnik december 20-ától, vissza kell, hogy vonja a Binance a kártyáját, amit eddig nyújtott Binance ügyfeleinek. Lehet, hogy a jövőben lesz másik, nem tudjuk, de egyelőre valami kellett helyette, és időben el kell kezdeni keresgélni, mert ezek a kártyák mire elfogadják az applikációt, aztán mire postázzák, aztán mire megjön, az bizony egy 30 napos folyamat is lehet, úgyhogy ezzel kapcsolatban készítettem egy olyan videót, ami nem teljes körű, és nem hasonlítja össze a világ összes Európára vonatkozó kriptós kártyáját. Én ezeket megnézegettem a háttérbe, de aztán leszűkítettem egy összehasonlító honlapra, mert nagyjából ö, takarta azokat a megoldásokat, amik szerintem jók lehetnek. Ebből én kiválasztottam egyet, a Bybitnek a kártyáját választottam, és ö, annak betettem a reflinkét a videó alá, hiszen nincs más olyan bevételi forrás, ami támogatná ezeket a videókat, csak az, hogyha abba szereplő dolgokkal kapcsolatban, ha valakinek valami megtetszik, akkor a, a ahhoz, a, aki, akitől láttad, gyakorlatilag hozzá csatlakozol, ő ezért kap egyfajta referál bónuszt. Ez, így nincs más, hogy a kártya választós videó esetében sem. Valaki ezért meg, online megkövezett, hogy ez egy gusztustalan reklám. Hm. Oké, okay. akkor beszéljünk egy kicsit gyorsan, tényleg tőszavakba arról, hogy mi a reklám, meg mi a manipuláció. Ö, a manipuláció az nem más, mint az, amikor ö, gyakorlatilag befolyásolsz másokat, hogy úgy történjen körülötted a világ, mint ahogy te szeretnéd. Hogyha ö, te, aki ezt a kommentet írtad, te... Ö, te azért kelsz fölreggel, hogy úgy manipuláld a világot, hogy ne úgy történjen körülötted semmi, ahogy te szeretnéd, azt nagyon furcsálom. Szerintem mindenki, ugye a, a, a token szó a blockchainben, a, a kriptóban, a token szó az azt jelenti, hogy címke. És, ö, minden szóra ráakasztunk egy címkét, és a manipuláció szóra, szóra legtöbben egy negatív címkét akasztanak holott, nem más csinálsz reggeltől estig, amíg lélegzel, csak manipulálsz. Maga a vételed is egy manipuláció, mert gyakorlatilag az agyad ö, manipulálja a tüdődet, hogy kitáguljon, és ezáltal oxigénnel el a testedet. Tehát ilyen mélységekig lemehetünk ebben a témában. Úgyhogy ö, igen, lehet, hogy reklám. Igen, lehet, hogy reklám. Oké, okay. tehát akkor ezen most már túlléptünk, és mehetünk tovább a mai témára, ami fontos, mert holnap lesz a határideje a migrációnak, és mindenkinek el kell döntenie, hogy a Tupán tokenjeit migrálja -e, illetve kiadja az adatait a Tupánnak. Erről csináltam egy videót ahol euh, jeleztem, hogy az én személyes véleményem az, hogy szerintem logikus, hogy a Tupán nem akar saját magának rosszat. Tehát, hogyha elkéri az adatainkat, akkor ő azt arra fogja használni, hogy euh, megtudja, hogy mi milyen euh, nodot vettünk, illetve milyen habot vettünk, az még mennyit kell, hogy kitermeljen, és ahhoz képest kell, hogy minteljen tokeneket. Na most ezzel a mintelési folyamattal van baja az afirnak, és egyébként a legnagyobb probléma, amit a Tupán mondott az afirra, az az, hogy euh, a sales reportot nem adta. Oda. Nos, ennek a, ennek a dokumentumnak az alján is van egy sales report, ez nem tudom, hogy mennyire látszik magába a videóba, de itt sorról a blokklánc adatok gyakorlatilag ott vannak, hogy mennyi hub sales volt, és ezt nyugodtan felhasználhatta volna a Tupán, ezt nekik is elküldték, és egyébként is nyilvánosak ezek a blokklánc adatok. A Tupán azt mondta, hogy ezek nem nyilvánosak, ők is ezt nem látják. Hát itt van a dokumentum, akkor kedves Tupán, meg kell nézni a Profit Faktornak a videóját, és akkor meglátjátok, hogy ott van benne egy dokumentum, amibe. Ezek az adatok ott vannak. Viszont mi volt a Zafirnak a problémája? A Zafirnak az volt a problémája, hogy többféle alternatívát is próbált mutatni az a Tupánnak, és uh, itt megjegyezték az úmon, hogy nem rá akarták erőszakolni azt, hogy ők csinálják meg ezt a migrációt, hanem akár egy harmadik fél is, de hogy a, a Zafirnak a közössége ne sérüljön a migrációban. Ugye az egyik kifogás az volt, hogy vagy az egyik ok vagy érv az volt az afi részéről, hogy ők a blokkláncon, ugye a két képen is látható token címen nem ugyanannyi tokent látnak, és e szerint csak a fele token-nek az átmigrálására van lehetőség. És ugye itt ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a fele token az nem lesz átmigrálva valamiért. Ez meg ugye egy spekuláció. Tehát, hogyha Hogyha azt gondolja tupán, hogy mondjuk nem lesz szükség az összes tokenre, mert úgyse fog mindenki migrálni, vagy a háboknak nem annyi lesz a hozama, vagy akármi, hát azokat utólag kell akkor elégetni. Ö, utólag nem lehet rá, mert hogyha utólag nyomtatnak rá tokeneket, akkor gyakorlatilag a meglévő tokeneknek csökken az értéke. Tehát mindenképpen sérül a jelenlegi tokenizációs migrációs folyamatban a közösségnek az érdeke az afír szerint, és ebben nem akarnak belemenni. És olyan alternatívát nyújt, hogy megkérnek mindenkit arra, hogy a jelen ö, szisztéma szerint, ha lehet, akkor nem migráljanak, legalábbis még ne kilencedikéig. Megtehetik, és nem akadályoznak meg senkit ebben, de azt, ö, azt tanácsolják, és ezért van kin a webirodában az is, hogy ne adják oda a személyes adataikat, mert ilyen pillanatban nem bizonyítható, hogy... Ö, az adatkezelési feltételeknek, jogszabályoknak megfelel az, ahogy a tupán például kezelni fogja mondjuk a screenshotot a ledgeredről, amit odaadsz nekik. Tehát ö, azt mondják, hogy, ja igen, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ő szerintük az 5 os ajándék token azoknak, akik időben migrálnak, az is egy nagy kérdés, hogy az honnan jön, és ö, hogy higítja az értékét ugye a tupán tokeneknek. Na de visszatérve erre a dokumentumra és visszatérve a, a Zafirra, a Zafir gyakorlatilag itt még egy második pontban a Tupán CEO-nak, ennek az Mr. Oderli Ferianis-nek kétségbe vonja az integritását is a Tupán projekttel kapcsolatban. tehát ez az, aki kicsit ércesebb része a dolognak, ugyanis eddig csak a Tupán köpködött, úgymond, természetesen nem hivatalosan, hanem létrehozott mindenféle álzafír oldalakat, meg mitől, ahol elkezdték mocskolni a, a zafírt, és most, úgy látom, hogy bár hivatalos formában, dokumentumot kiadva és nevét felvállalva, de mond negatívot az Afir a zenik vezetősége is a Tupán ceo -járól, és nem magáról a projektről. A projektetők annak idején megvizsgálták, és ez egy jó projekt, viszont az integritását megkérdőjelezik a CEO-nak, és itt van egy link, amire, hogyha rákatintunk, akkor egy olyan jogi gyűjtő oldalra kell, hogy dobjon minket egy brazil oldalra, ahol 38 különböző valamilyen jogi ö, eljárásról beszélnek a, az Oderli úr ellen. Ezt nem tudtam leellenőrizni, mert ö, amikor én erre rákattintottam, nem tudom, hogy miért, de nekem azt írta ki, hogy ez a justbrazil.com ezt az aloldalát, ezt törölte, tehát lehet, hogy ez már egy másik linken szerepelnek ezek az adatok. Ennek nem tudtam utána járni. Ö, ezért mondjuk el mindig mindenkinek, hogy járjatok utána ezeknek a dolgoknak, sért magatok. Ezt a dokumentumot is megtaláltok a hivatalos Telegramján az afir Ott van a link, nézzétek meg, járjatok utána, keresétek ki, hogy mi, hol, merre, meddig. És aztán uh, uh, itt még ugye különböző pontokat említenek arról, hogy mi a, uh, mi a problémájuk még ezzel a dologgal, és ha jól. Uh, látom, akkor itt arról van szó, hogyha nem gondolja meg magát a tupán menedzsmentje, és 9-én valóban lezárja ezt a migrációs folyamatot, és maga mögött hagyja azokat, akik nem migráltak addig, vagy ez szerint a rendszer szerint migrálnak, ami ugye nem Etikus az afir szerint, akkor jogi lépések következnek. Hogy ezt hogy értették, ezt nem tudom. Mennyiben jó vagy rossz ez nekünk, nem tudom. Nekem van több egész tupán habom, és eddig mindig azt mondtam, hogy migrálni fogom, de most elgondolkodtam rajta, hogy odaadjam-e vajon az adataimat. Tehát valamilyen szinten manipulálnak és befolyásolnak engem is az afirnál is, meg a tupánnál is. A baj csak az, hogy Hiába nekem kell döntést hozni, de sokkal tisztábban kellene látnom már szerintem 9-ére. De pont ez a baja az a filmnek egyébként, hogy nem lehet tisztán látni a migrációs folyamatot, és pontosan ezért int óvatosságra minket. Úgyhogy majd ezt én még eldöntöm, hogy fogok-e migrálni, nektek is el kell dönteni, hogy ti fogtok-e migrálni, vagy sem. Tehát ez a videó nem kíván úgymond befolyásolni, hogy te ezt megtegyétek el, vagy sem. Viszont, ami nagyon fontos, hogy miután ezen, a, ezen az update kólon tegnap megjelentek a vezetők, megoldással jelentek meg, nem csak mutogatással. És ez a két lépés, amit közé tettem a Telegram csoportba is, az ingyenes Telegramjába, a Profit Faktornak itt van a link a leírásba. Gyertek be, hogy sokkal előbbi jelön jelennek meg ezek az információk, mint itt a csatornán. És ö, itt az volt a, az el, egyes számú megoldás, hogy ugye ha te migrálsz a Tupán Binance csénestokenyére, vagy ha nem, Ettől függetlenül mindkét esetben kártalanítani fog a maga módján az afér. És ezt úgy fogja tenni, hogy volt egy, egy tokenizációs projekt, amit jövő nyárra terveztek. És ezt előre hozták, és ebben a projektben mindenki ö, ingyenesen fog kapni habot a tupánba bevásárolt hub értékének a 80 áig Ugye ezek a habok, amiket vettünk, már ö, minteltek ki egy csomó tokent, és ők ezt kiszámolhatták szerintem, hogy ebből mennyit értékesítettek a zafirirodából, mennyi ment ki nomon, mennyi ment ki a tőzsdékre, stb. Tehát valamennyi tőkét vissza tudtak az emberek ebből ö, szerezni. Persze nem individuálisan mindenki, hanem a projekt egyben, és ők úgy döntöttek, hogy a teljes érték, amit elköltöttek az emberek a Zafir irodán belül tupán hábokra, annak a 80%-a értékében plusz pénz befizetése nélkül ingyen ebből a tokenizációs hábból, amit jövő nyára terveztek, ebből fognak kapni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez nagyon korrekt, mert az a afir részéről legalábbis, mert hogyha ö, valóban az történt, hogy kicsúsztak a dolgok a kezük közül, ők akkor is ezzel úgy járnak el, hogy kártalanítják a közösséget. A tupán meg, hogyha valóban a tupán ö, valós dolgok miatt migrál, ami nekem egy kicsit egyébként fura, ezt már említettem az előző videóban is, hogy nekem nagyon úgy tűnt, mintha kifogást keresnének, hogy nagyobb üzletrészt tudjanak szerezni a következő tupános projektekből. De ezt, 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 a két élmet már közöltem az előző videóban is, de, de hát gyakorlatilag itt a, a Zafir, hogyha neki, neki tényleg nincs köze ahhoz, vagy hogyan mondjam, nem hibás abban, hogy ez a migráció most lezajlik, akkor is tehát le a kalappal szerintem. Bármennyit is fognak hozni, itt azt mondják, hogy hatalmas potenciál van ebbe az új projektbe, stb. Ezt természetesen majd meglátjuk. Ugye az egész zenik ekoszisztéma arról szól, hogy ilyen különböző startup jellegű dolgokba veszünk részt, tehát, és ez növeli a zenik koinunknak hosszú távon az értékét, erre spekulálva veszünk részt ezekben a programokban. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kártalanítás, és mindjárt egy megoldással jöttek, és mindjárt le is söpörték az asztalról egyébként a tupánnak a problémáját, és áttértek a zeniknek az egyik legnagyobb Projektjére, a Nomóra. A Nomóra, ami nem csak egy szimpla applikáció, hanem a desktop verziója is ö, beta verzióban van már, és a NOMO az nem egyszerűen egy decentralizált valet lesz, hanem a, a képen itt elég elmosodva látszik, mert ez egy kinagyított kép, de rengeteg olyan dolgot ö, integrálnak be a Nomóba, ami ez gyakorlatilag a zeneknek a saját projektje. Tehát ez egy úgynevezett uh, unbanking folyamatot tud elindítani a használóinak, tehát egy decentralizált uh, bankoló világba tudsz, uh, tud gyakorlatilag a Nomo app segítségével eljutni, de ez nem csak a pénzügyeidre vonatkozik. És uh, lesz egy messenger, lesz egy decentralizált messenger, amivel gyakorlatilag egy olyan dolgot hajtanak végre, amit egyébként szerintem a Twitter is, vagy az X.com is tervez, de még nincsen meg, hogy úgy tudjál küldeni valakinek kriptót, hogy nem ismered a címét. Tehát gyakorlatilag üzenetben tudsz neki kriptót küldeni, ami sokkal felhasználó barátabbá teszi ezt a világot. És ö, a, azt mondja, hogy Webon Store, a harmadik rész, ez a Webon. Ez számomra a legérdekesebb, ugyanis azt mondják, hogy ismered-e az Apple Store-t. Azt hittem, hogy itt majd azt fogják mondani, hogy a Nomó App fogja felváltani az Apple Store-t, holott ezt csak azért hozták ezt a példát, mert ugye minden applikációnak van egy külön fejlesztője, az mindegyik egy külön projekt az App Store, ők csak egy helyet biztosítanak ezeknek az applikációknak, viszont a, a, például a Nomo appnál is az volt, hogy már hónapokkal azelőtt kész volt az app, az Apple-re lefejlesztett Nomo app, mint ahogy azt egyáltalán engedélyezték az Apple-nél, meg aztán le is vették az Apple-től, úgyhogy ezek a nagy cégek megpróbálják felhasználni azt, hogy nekik a felha felhasználói bázisuk van, hogy egyeduralmuk van, és centralizáltan megpróbálják eldönteni, hogy mi jöhet, meg mi nem jöhet, miből mekkora tulajdon részt kérnek, stb. Ugye a, az nft knél is az Apple valami óriás, valami 30-40 százalékot kérnek, azt hiszem, az eladások után, hogyha ott hogy van. Tehát, na, tehát az a lényeg, hogy a saját ö, kis. Ö, feltételrendszerük szerint próbálnak megmenni mindennel, és a NOMO app arra vállalkozik, hogy a decentralizált Web3-os applikációknak a gyűjtőfelülete lesz gyakorlatilag, és ez egy ingyenesen letölthető applikáció. Tehát gyakorlatilag egyfajta Web3 App Store-rá is szeretnének válni, és ezek az integrációk elvileg, állítólag, már úton vannak, ezeket fejlesztik. Ezt el is tudom hinni, mert már nagyon régen még Mexikóban rendeztek egy ilyen hackatont, ahol meghívtak egy csomó fejlesztőt az, az enikhez, és ott ötleteltek, hogy miket lehetne csinálni, meg miket lehetne betenni még ebbe az applikációba. Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy azóta ezeknek a fejlesztésére ugye már a habokból befolyt pénzből már, már költöttek és áldoztak. Úgyhogy ez a Web on Store, ez szerintem, ha megvalósul, ez nem semmi lesz, mert gyakorlatilag ez egy felület lesz arra, hogy bárki az applikációit tudja idehozni. Ugye még mindig arról beszélünk, hogy ez mind a a az értékét fogja valamilyen szinten növelni, hiszen ezek biztosuk benne, hogy ebből egy csomó minden zen húszon fog menni. Aztán a tokenizáció swap, webon, ja igen, tehát ugye ennek a webonnak lesz a, a része ez az új swap is, ezzel kapcsolatban ugye vannak már elérhető tokenek, tehát maga a swap az, az már ugye bétában működik. Akkor Na és akkor még egy dolog, ugye a összehasonlították a piacot az alapján, hogy kinek mekkora felhasználó bázisa van. Most a Zafirnak azt hiszem 600 ezer tagja van, úgyhogy gyakorlatilag körülbelül ezerszer akkora ez a rendszer, mint amekkora a mi közösségünk itt a profit faktoron, és e szerint a, e szerint a metrika szerint összehasonlítja, hogy melyik applikáció, mikor, eladáskor mennyit Mennyit ért, vagy pedig éppen mennyi a jelenlegi ö, értékelése. És a Telegrammal hasonlította össze, ugye most a Telegramon is már vannak reklámok, tehát hogyha bemész egy ilyen csatornára, akkor ott már látsz olyan posztokat, amik, ö, amik nem annak a csatornának a posztjai, hanem ilyen reklámok ö, jelennek meg. És ö, egy érdekes összehasonlítást végeztek a Telegram és a Nomo App között. Ugye a Nomo app -nak és a Telegram applikációnak a funkciójáit látjátok itt. Tehát, hogy mit lehet, vagy majd mit lehet csinálni a Nomo és a Telegram applikációban. És ha megnézitek, akkor most a következő képen azt fogjátok látni, hogy ki lesznek húzva erről a képről azok a funkciók, Amik a telegramban nincsenek meg. Ennyi marad. Videó és, ö, és ö, hanghívás funkció, képeket, dokumentumokat lehet küldeni, grupcseteket lehet csinálni és az ezzel kapcsolatos funkciókat. Ha pedig visszatesszük hozzá azt, amit a nomoap fog tudni, mindezt ö, végfelhasználók közötti encryptionbe, hasonlóan, mint a Twitternél például, százszerzékosan decentralizáltan, és ö, kriptoküldéssel, anélkül, hogy tudnád a másiknak a valet címét is akár, tehát teljesen, ö, teljesen, adatmentesen, és ugye az egész unbanking, tehát az egész, amit a bal oldalon láttok, meg az egész webon store, amiről az előbb beszéltünk. Úgyhogy ha ez megvalósul, akkor szerintem ez nagyon szuper lesz, és természetesen ezzel kapcsolatba tűztek ki célt, hogy 100 millió felhasználóról beszélnek. Mindannyian tudjuk, hogy ezeket a célokat úgy tűzik ki, hogy elérhetetlenek legyenek, mert nem akarnak határt szabni a saját képzeletükkel a potenciájuknak. De minden esetre én azt mondom, hogy engem meglepett, pozitívan meglepett ez a, az online esemény, és az offline események, amik jönnek, azokról meg itt láttok. Most ugye Budapesten volt lesz. Uh, uh, Horvátországban nem sokára, ami még itt közel van hozzánk. A hollandok is uh, uh, elég nagy uh, csoport. Úgyhogy. Uh, hmm, nem tudom, nektek mi a véleményetek? írjátok meg kommentbe, és. Uh, Írjátok meg azt is kommentbe, hogy ti fogtok-e vagy nem fogtok migrálni, és ha igen, miért, és ha nem, akkor miért. Még egyszer összefoglalva a migrációval kapcsolatban, hogy csak a, ö, a, a mi döntésünk, hogy fogunk-e migrálni, vagy sem, de ha migrálunk, oda kell adnunk az adatainkat, mert ugye egy központi valetba kell bem, beküldeni a tokent, tehát nem fogják tudni, hogy a milyen az a token, hogyha ha nem küldjük be ezeket az online adatokat, és ez pedig ugye kérdéseket vet föl, hogy nem tudjuk, hogy hogy, hogy fogják kezelni ezeket az adatokat, viszont ha nem, nem migrálunk, akkor meg elveszítjük ezeket a tokeneket. De ettől függetlenül a Zafir Zenik vezetősége úgy döntött, hogy valaki vagy megcsinálja, vagy nem csinálja meg a migrációt, ettől függetlenül meg fogják kapni ennek az új projektjüknek a hab részeit vagy egész hábjait 80%-os árcsökkenést ö, ö, számítva a tupán vásárláshoz képest mostanáig. Remélem, hogy videó, ez a videó valamiféle segítséget nyújtott nektek itt az utolsó pillanatokban a migráció előtt, és hogy 9-től mi lesz, hogy dönt a tupán, hogy dönt az a fír, mi lesz ez a jogi lépés, amit ők terveznek, hogyha a tupán nem lesz hajlandó változtatni, meglátjuk, én csak azt tudom mondani, hogy ebben is, mint mindenben, és bennetek is a profit faktor ott van, úgyhogy találkozunk a következő videóban, sziasztok!